Nagy beruházások előtt áll a kis település. Rácz Robertnak polgármestere azt mondja, 2006 óta tölti be a település vezetői pozíciót. Ez idő alatt még nem volt példa arra, hogy ilyen mértékű pályázati pénzekhez jusson a falu. Nagy és fontos beruházások fognak történni a következő 2 évben. A település méretéhez képest nagyon sok fejlesztési pénzt költhetünk el. Több 100 millió forintról van szó. Jelenleg folyamatban van az óvodatető felújítása és szigetelése, homlokzat festéssel. Erre BMS pályázatból 16,1 millió forintot nyertünk, és 2,8 forint önerővel kiegészítve gyakorlatilag egy egészen szép ruhába csomagolt óvodát fogunk kapni. A Magyar Falu programban szintén az óvodához nyertünk 5 millió forintért játszótéri elemeket, amelyeket a tető felújítása után fogunk az udvarban felállítani. Kehópos pályázatból sikerült a településnek mintegy 155 millió forintot nyerni. Ez a program nem csak a miénk, hanem a szomszédos Gölle innen pusztával együtt kerül megvalósításra. Ebből az összegből egy teljesen új kutat fognak fúrni, és hozzá új gépházat alakítanak ki. Megtörténik továbbá a teljes ivóvízvezeték hálózat tisztítása is. A fejlesztések ezzel még nem érnek véget. Topos pályázatban nyertünk 100 millió forintnyi összeget egy iparterület bekötő útjának a felújítására. Emellett még sikeresen pályáztunk a VP-ben egyedi szennyvízműveknek a kialakítására 56 háztartás fog új egyedi szennyvíztisztító berendezéshez jutni. Húsvét közelettével a Falu Szépítő Egyesület és a képviselőtestület tagjai ünnepi dekorációba öltöztették a községi parkot. Fából készült nyulakat, tojásokat, díszeket helyeztek ki, így próbáltak jó hangulatot kelteni az emberben. Az ilyenkor szokásos közösségépítő programokat ugyanis a járványügyi korlátozások miatt nem tudták megszervezni. Tehát a kialakult COVID-helyzet miatt sajnos a hagyományos közösségi rendezvényeink elmaradtak, és nem volt lehetőség a megtartásukra. Ezzel szemben a Faluszépítő Egyesület tagjai igyekeztek kitenni magukért, és húsvét alkalmából feldíszítették a Szitári kanyarban lévő közparkunkat, itt igyekeznek virágosítással csinosítani a települést. Programok tehát egyelőre nincsenek, de a sportpálya és a játszótér kiváló lehetőség a fiataloknak, gyerekeknek arra, hogy mozogjanak, játszva szórakozzanak kint a szabadban.